Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves vendégek! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk kedves minnyájukat, és már mindjárt az elején eltérek attól, amit szerettem volna mondani, mert ezt a dalt, hogyha hallgattuk, és ennek minden gondolatát a szívünkbe hazavisszük, már jó úton járunk. Ők a Nagyszétényi Alapiskola énekkaros tanulói voltak, és a műsort Bráz Zsuzsanna tanítóné felkészítésével tanulták meg. Székelykapu avatás. Székelykapu szentelésen veszünk ma részt délután, itt Nagyszétényben, és már a nevéből is nyilvánvaló lehet számunkra, hogy szorosan kötődik Székelyföldhöz, Székelységhez, a Székelyföldön élő magyar testvéreinkhez. A székelykapu a magyarság szimbóluma lett. Annak ellenére, mint mondottam, hogy szorosan Székelyföldhöz kötődik. A kapu elválasztja a saját otthont a nyilvános tértől. Bárki bemehet rajta, de mi azt szeretnénk, ahogy a székelykapun sok feliraton is, sok székelykapu feliratán is látható, hogy
aki tiszta szándékkal érkezik, szívesen fogadjuk. Ha valaki egyéb szándékkal jön, azt furgós bottal fogadjuk. Tehát van ilyen fölirat is székely kapun. Tehát mi azt szeretnénk, hogy ezen a kapun mindig mindenki tiszta szándékkal lépjen be. Kedves vendégeink! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindnyájukat, és vannak itt olyan kedves vendégek is, akik sok-sok segítséget nyújtottak a közéletből és a társadalmi beosztásukból kifolyólag. Őket szeretném majd külön-külön bemutatni, de arra szeretném kedves mindnyájukat megkérni, hogy mivel hozzávetőleg 30 szeméről van szó, akkor elismerő és üdvözlő tapsukat a felsorolás végén tessenek majd megejteni, ezzel is gördülékenyebben tudunk haladni előre. Örömünkre szolgál, és számunkra nagy megtiszteltetés, hogy megtisztelte rendezvényünket jelenlétével. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának államtitkára. Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghazalmazott pozsonyi nagykövete. Gál József, Magyarország nyitrai tiszteletbeli konzulja. Forró Krisztián, a szövetség országos elnöke. Bárdos Gyula, a csemadok országos elnöke. Mézes Rudolf, a szlovákiai magyar szülők szövetségének elnöke. Gergely Viktória, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karának nemzetközi ügyekért felelős dékány helyettese. Szekeres László, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karának oktatási dékány helyettese. Komzsik Attila, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karának korábbi dékánja. Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke. Andraskó György, Nyitra megye főellenőre. Balla István, Nyitra megye oktatásügyi főosztályvezetője. Balkó József, Nyitra megye közlekedésügyi főosztályvezetője. Nagy Dávid ügyvéd, a pozsonyi parlament jogalkozó bizottságának tagja. Pásztor Béla, Veresegyház örökös polgármestere. Szejbert András, Magyarországi Háló Egyesület elnöke. Hebling Zsolt, alsóörs polgármestere, a Kelet-Balatoni térség önkormányzati társulás elnöke. Szlatényi György, a Magyar Diák Sport Szövetség korábbi főtitkára. Datki Sándor, Erdélyből, a székelykapu készítője. Gubik László, a Szövetség a közös célokért elnöke. Hideghéti Andrea, a Szövetség a közös célokért ügyvezető igazgatója. Klement Terézia, a Szlovákiai Civil Becsületrend polgári társulás elnöke. Mikle Arnold, Nagycétén község alpolgármestere. Paulis Marián, Alsóbodog polgármestere, a szövetség járási elnöke. Balázs János, Kalász község polgármestere. Idősebb Csámpai Ottó, a Szent György lovagrend felvidéki nagypriorja, ifjabb Csámpai Ottó, Eszterházi János Zarándok központ igazgatója, Grédi Zoltán, nagycétényi lelkiatya, Kismali László Esperes úr, Esztergom Szent György mezői plébános, Ficere Tamás, nyitrai református lelkész, Szőke Hilda, a Nagycétényi Csemadok Tiszta Forrás Alapszervezet elnöke, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, Ladányi Lajos,
az Boralja KHT igazgatója, a Manóska óvoda alapítója, fenntartója. Most pedig felkérném a Csemadok helyi szervezetének, a Tiszta Forrás alapszervezetének nevében szerződi Viktória, mint házigazda, üdvözli le a kedves vendégeket. Tisztelt hölgyeim és uraim! A Csemadok Tiszta Forrás alapszervezete nevében nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önöket a Székelykapu avatáson. A mai naptól az összetartozás jelképe. Nagy szétényben is hirdetni fogja távolságokon és határokon átívelő üzenetét magyar együvé tartozásunknak. A Székelykapu avatás, melyre ma összesereg lettünk, eme üzenete, az együvé tartozásunk üzenetének ünnepi megerősítése legyen. Ezúton szeretném megköszönni közösségünk minden egyes tagjának az önfeláldozó önkéntes munkáját, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy méltóképpen ünnepelhessük a mai napon. Köszönjük vendégeinknek is, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, és ezúton kellemes délután kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Most felkérem Ladányi Lajost, az Boralja KHT igazgatóját, tartsa meg üdvözlő beszédét. Tisztelt államtitkár úr, nagykövet úr, konzul úr, intézményvezetők, lelkiatyák, polgármesterek, kedves szülők és mindenki, aki szívén viseli magyarságunk jövőjét. A Manócska óvoda nevében alapító fenntartóként nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlök minden kedves vendéget, mindenkit, aki megjelent a mai Székelykapu avatón. Ha kimondjuk a szórván szót, a legtöbb nem ott élő embernek ösztönösen a fogyatkozás, a felejtés és a feladás rémisztő fogalmai jutnak eszébe. És lelki szemeik előtt látják a bezárt iskolát, a dülezedő szent templomot, a réges-régi elfeledett sírokat a temetőben. Számunkra, itt élők számára a szórvány mást jelent. Nem felejtést, nem feladást, hanem feladatot. A magyar oktatási intézményeknek, kulturális szervezeteknek a megalapítása és működtetése a mi szemszögünkből azt jelenti, hogy formát, esélyt, reményt és perspektívát adni a szórván létben sokszor félve megvallott, vagy épp csak családi körben megélt magyar identitásnak. Ezt a reményt támasztottuk fel az elmúlt évek kitartó és önzetlen munkájával, sok más jóra akaró és támogató közösségszervező partnerünkkel együtt. A megmaradásért végzett tevékenység közösségépítő, identitás megőrző és egyben kultúra teremtő is. Itt szeretném megköszönni Magyarország miniszterelnöksége nemzetpolitikai államtitkárságának a támogató együttműködést, mert anélkül nem tudtuk volna mindezt megvalósítani. És gondoskodó figyelme irántunk tovább erősítő bennünk a nemzeti összetartozás érzését. Mára az oboralji magyarság a felvidéki szórványok között a legjobban szervezett, ismert és elismert közösségé vált, amely példát mutat önszerveződésből, közösségépítésből
és önzetlenségből. A Manócska óvoda létrehozása is gyönyörű példája a térségben végzett módszeres szórványkezelő tevékenységnek, amely nem csak a megmaradásról, hanem inkább a helyi és egyben az oborali magyar közösség fejlődéséről és építkezéséről szól. Az óvoda 2020 őszén 14 gyermekkel indulhatott el, egy évre rá már több mint kétszer annyian 32-en iratkoztak be. A harmadik évet és a negyedik évet ideit pedig teljes kapacitással 39 gyerekkel kezdtük. Ez csak is annak köszönhető, hogy a helyi és a környékbeli magyarok újra reményt és jövőképet látnak abban, hogy gyermekük magyar oktatási intézményben nevelődjön. Az oborali magyarságnak, mint a Kárpát-medence legészakibb magyar nyelvszigetének a történelem folyamán sokszor jutott fontos szerep. Most is tudatosítjuk felelősségünket és feladatunkat, hogy a nyelvhatár ne húzkódjon lejjebb. Az anyanyelvi nevelésnek megtartó ereje van, és hisszük, hogy ez a létesítmény ebben a nehéz, de teljesíthető küldetésben segítségünkre lesz. Örülünk, hogy Felvidék szerte már több helyen emeltek székelykaput Felvidék-Erdély összetartozás szimbólumaként, és jóleső érzést tölt el, hogy Zoboralja közössége szintén felsorakozott ehhez a nemes cselekedethez. Ezzel a tiszteletadással életképességünket, élni és tenni akarásunkat bizonyítjuk. Ezáltal jelképesen összetudjuk kötni a két tájegységet, és közelebb tudjuk hozni őket egymáshoz, mint egy megpecsételve azok testvériségének kifejezését. Egy székelykapu mindig valahová, valakiknek és valamiért épül. Az itt felépített székelykapu magyarságunk jelképéül szolgál, és egy olyan helyen díszíti az átjárást, ami a jövőnk zálogát jelenti, ezek pedig a gyermekeink, és az ő megfelelő nevelésük és tanítatásuk. A kincsünk a magyar gyermek gondolatot nem véletlenül véstük a kapura, és mi is valljuk, amit Ürge Tamás barátunk hozzánk intézett mai üzenetében írt. Kívánom, hogy sok gyermek menjen át a kapu alatt a magyar óvodába, és sok gyermek hagyja el az óvodát a kapun keresztül, magyar iskolába indulva. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most felkérem a Manócska óvoda növendékeit, nevezetesen Farkas Flórát és Vince Lillát, akik elszavarják a tanítónők által erre a napra célra írt költött versét. A tanítónők, akiket alkották, Farkas Daróci Krisztina és Iván Karolina. Megrajzolta, kifaragta,
sosem fáradt el a karja. A teteje galambdúcos, a oldala tulipános, nap, hold, fényes csillagok, azt hirdetik, magyar vagyok. Ezen jelképek mellett a lett felirat, amely minden magyar szívében ott maradt. Hallgass, mit súg a lelked, kincsünk a magyar gyermek. Kedves vendégeink, talán nem vagyok egyedül, akinek könnyet csaltak szemébe ezek a két kis aranyos kislány. Eszembe jutottak közben Gyurcsó István gondolatai, amikor azt fejtegeti az Unokák megszületnek című versében, hogy ezek a gyermekek már megtanulták a varázsigéket. Most pedig felkérném Forró Krisztián urat, a szövetség országos elnökét, tartsa meg köszöntő beszédét. Tisztelt honfitársaim, kedves barátaim! Ma egy különleges pillanatnak lehetünk tanulni itt, Nagy Cétényben. Ebben a festői kis faluban, ahol a múlt és a jelen, a magyar és a szlovák kultúra találkozik, most egy székely kaput adunk át. Ez a kapu nem csupán egy épített szerkezet, hanem a magyar identitásunk és az összetartozásunk szimbóluma is. Nagy Cétény példája mutatja, hogy két nép kultúrája és identitása hogyan gazdagíthatja egymást. Ugyanakkor fontos, hogy a magyar nemzeti értéket megőrizzük és továbbvigyük, hiszen ezek a gyökerek adják az azonosságunk alapját. Ez a kapu az összetartozásunkat és a magyarságunkat hirdeti. Ezen az ünnepi napon az itt lévőknek és mindenkinek, aki a jövőben erre jár, emlékeztetnie kell minket arra, hogy büszkék vagyunk magyar identitásunkra, és hogy mindig őrizzük meg azt. És hogy azt a furkos botot soha ne kelljen használni majd. Nagy Cétényben, ahol az asszimiláció viharai sem tudtak eltörölni minket, ma a múltunk és a jövőnk közötti kapcsolatot erősítjük. Ez a székely kapu az összetartozás jelképe lesz, amely áthidalja a távolságokat, az időt, hogy mindig emlékeztessen bennünket arra, hogy egy közös sors, egy közös kultúra és egy közös nyelv köt össze bennünket. És itt, ezen a helyszínen nem csak ez a székely kapu az összetartozás szimbóluma, hanem a mögötte lévő óvoda is. És itt szeretném megköszönni az itteni közösségnek ezt az erőt, hiszen ez az óvoda, amikor indult, akkor sok emberben kérdőjelek merültek fel. Nem tudták, hogy vajon működni fog-e, lesz-e elég gyermek. És ahogy ezt az imént hallottuk, nem hogy van elég gyermek, hanem lassan azzal küzdenek, hogy elférnek-e a gyerekek. Nagy köszönet érte, és úgy, ahogy a székely kapuk helyenként több száz éve állnak, én azt kívánom Nagy Céténnek, hogy ez az óvoda is még sok száz éven át itt álljon, és hallatszódjon ki belőle a magyar gyermek zsivaj. A kapu sokrétű szimbólum. Jelzi például a határt a kint és bent, az itt és ott között, és ha valamint túllépünk, szimbolikusan azt mondjuk, a problémát a kapun kívül hagytuk. A felvidéki magyarság mögött nehéz évek állnak, de hét nap múlva, szeptember 30-án soha vissza nem térő alkalom kínálkozik, hogy a rosszat a kapun kívül hagyjuk, és egy új kezdetbe lépjünk át. Legyen példa ebben számunkra a székelyek kemény álhatatossága, amit ez a kapu is jelképez. Itt az idő, szeptember 30-án a felvidéki magyarság jövőjéről döntünk. Az előrehozott parlamenti választásnak nem csak az a tétje, hogy milyen lesz az ország irányultsága az elkövetkező években, hanem hogy sikerül-e végre megteremteni a parlamenti képviseletünket. Vagy a felvidéki magyarság továbbra is vesztese lesz a folyamatoknak. Nekünk, magyaroknak
Az utolsó 3,5 évben esélyünk sem volt a rólunk szóló döntéseket befolyásolni. Pozsonyban a mi bőrünkre megy a játék, de mi csak a partvonalon kívülről nézhetjük az eseményeket. Parlamenti képviselet nélkül gyengék és védtelenek vagyunk. Pozsonyban a szlovák politikusok a fejünk felett a magyar területeknek járó pénzekről és jogainkról döntenek nélkülünk. És mi nem vagyunk ott. Nem vagyunk ott, hogy megharcoljunk a saját érdekeinkért. Éppen ezért elég volt. Mi változást akarunk. Itt az idő, hogy kiálljunk a saját érdekeinkért, és ez a közelgő parlamenti választások tétje. Itt az idő, hogy kiálljunk nyelvhasználati jogainkért, az anyanyelvi oktatásért, a kultúránkért, hogy kiálljunk a magyar családokért, vállalkozókért és mezőgazdászokért, és a magyar járásoknak, magyar városoknak, falvaknak járó támogatásokért. Mindez csak magyar parlamenti képviselettel lehetséges. Ne higgyünk a szlovák pártok üres ígéreteinek. Mi, magyarok, csak a szövetségben, csak egymásban bízhatunk. Együtt erő vagyunk, és együtt sikerülni fog. Ezt kérem a Jóisten áldását, és az önök segítségét. Kedves barátaim, szeptember 30-án, szeptember végén, itt az idő, talpra magyar. Köszönöm szépen. Bízom benne, hogy mindnyájan megfogadjuk az imént elhangzott tanácsokat és intelmeket. Most pedig, kedves vendégeink, engedjék meg, hogy fölkérjem Potápi Árpád János urat, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát, tartsa meg ünnepi beszédét. Köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében megköszönjem a gyerekeknek a műsorát, a felkészítőknek a több hetes munkáját, hiszen láthatjuk azt, hogy milyen nagy sikert arattak önök közt, meghívott vendégek közt, szülők és a nagyszülők előtt. Ezek a gyerekek nagyon-nagyon izgultak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a taps most is, meg a műsor után is jár nekik. És különösen szeretném megköszönni a két tanárnőnek a nagyon szép verset, és azt, hogy a két kis gyereket, két kislányt így megtanították, hiszen ha már csak ezt hallottuk volna a mai nap alkalmából, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy már megérte ő miattuk is ezt a székelykaput ide emelni, mert egy csodálatos verssel és előadással örvendeztettek meg bennünket. Hogy miért vagyunk itt ma, annak legalább 39 oka van. És ez a 39 ok, pedig az a 39 gyermek, kisovis, akik ide járnak ebbe az óvodába. 14-jel, mint ahogy hallottuk most már többször, 14 óvodással nyitottuk meg, nyitották meg itt a Nagyszétényiek 3 évvel ezelőtt ezt az óvodát, és most már 39 gyermek van. Itt 39 ok itt a falu előtt, és a környező települések előtt, ami miatt meg kell tartani a következő években, a következő évtizedekben is a magyarságot, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ezek a gyerekek magyar iskolába tudjanak menni, utána magyarul tudják a felsőoktatási intézményekben megszerezni a diplomájukat, és teljes magyar életet tudjanak élni a további életükben. Azt gondolom, hogy először is nekünk gratulálnunk kell az ötletért, gratulálnunk kell azoknak, akiknek köszönhetően a székelykapu létrejött és a mai avatását, szentelését közösen tudjuk megünnepelni. Így az Oboraljak AHT-nak és a Csemadok Tiszta Forrás Alapszervezetének és vezetőiknek, akiknek nagyon nagy munkája van abban, hogy Datki Sándor fafaragó művész eljött ide az Oboraljára, Nagyszéténybe, és a gyermekeket heteken keresztül örvendeztetve, kicsit a nevelő munkába is beavatkozva, és a gyerekeket megismertetve a faragás szépségével, de közösen megalkották ezt a székelykaput. És a székelykapura, ami a versben is elhangzott, talán a legszebb felirat, felírás került, amit én eddig székelykapon láttam, és ez a
kincsünk a magyar gyermek. Valóban így van, kincsünk a magyar gyermek, kincsünk a magyar fiatalság, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy jövőnk a magyar gyermek, és jövőnk a magyar fiatalság, hiszen magyar jövőről önélkülük nem lehet beszélni. Illetve értelmetlenség lenne a magyar jövőről magyar gyerekek és magyar fiatalok nélkül beszélni. Engedjék meg, hogy Datki Sándor úrnak is megköszönjem a munkáját. Ő a mai Kovászna megyéből, a régi Háromszék vármegyéből érkezett ide, Zaboláról, egy nagyon-nagyon szép kis településről, amely település csak úgy, mint itt a Cétényiek őrzi a múltját, ezt teszi bele a jelenbe, és a jövőt is ezen keresztül fogalmazza meg. Úgy gondolom, hogy az ottani székely emberek nekünk is példát adnak, hitet adnak a szülőföldhöz való ragaszkodáshoz, az identitásunk megtartásáról, arról a nemzeti büszkeségről, amely semmilyen más ember, más népek ellen nem irányul, viszont kell ahhoz, hogy mi is meg tudjuk tartani a magyarságunkat. A magyar kormány részéről, hogyha vannak célok, vannak támogatandó célok, ahhoz mi az elmúlt 12-13 évben mindig oda tudtunk állni. Nekünk az kell, hogy egy-egy közösség megszervezze önmagát, rendelkezzen célokkal, tenni akarással, bizonyítsa azt, hogy meg akar maradni, és ezeket a dolgokat meg tudja fogalmazni. És ha ezeket meg tudja fogalmazni, és a helyi, regionális, magyar politikusokat, azokat az embereket, akik szintén hasonló dolgokat fogalmaznak meg, gondolatokat fogalmaznak meg, a magyar kormány elé leteszi, az elmúlt 12-13 évben ezeket a célokat támogattuk. Így volt ez az óvoda esetében is. A Kárpát-medencében közel 900 óvodát tudtunk felújítani, ezek közül 155 újat építettünk. És ezek az óvodák gyűjtik össze azokat a gyerekeket, azt a jövőt, akikre építve, ezek magyar gyerekek elsősorban, de mindenhol számítunk a vegyes házasságból született gyerekekre, sőt, mindenhol találunk egy-két szlovák, román, ukrán vagy szerb gyereket is, akik, legalábbis a szüleik azt szeretnék, hogyha a mi kultúránkat, nyelvünket az ő gyerekeik is megtartanák. És ezekre a gyerekekre építve tudunk mi egyáltalán nemzetpolitikát megfogalmazni. Ezért nagyon fontos az, hogy a nemzetpolitika mindenki számára elérhető legyen, olyan programokat megfogalmazva, amely programnak köszönhetően a nemzeti összetartozás érzését, élményét tudjuk megerősíteni a magyar emberekben. És ez valóban élmény, mert ma is nem úgy beszélünk a nemzeti összetartozásról, mint egy fennkölt fogalomról, hanem élményszerűen éljük ezt meg. És még inkább élmény lesz az, hogyha egy hét múlva közösen örülünk a szövetség győzelmének. Számunkra a szövetség bejutása a szlovák törvényhozásba egy óriási győzelem lesz. Győzelem lesz, mert számunkra ez a választás nem egy előrehozott választás. A szlovák többségnek ez egy előrehozott választást jelent. Nekünk nem előrehozott választást, hanem egy óriási lehetőséget arra, hogy a magyarság képviselői visszakerüljenek a törvényhozásba, azt az érdekképviseletet ellássák, ami most a magyar közösségnek, egy 8,5%-os közösségnek, de Szlovákia déli sávjában egy többségben lévő magyarságnak nincsen meg. És hogyha ezt meg tudjuk tenni, ami minden magyar ember életéből 5-10 percet jelent, ha ezt mi közösen meg tudjuk tenni, akkor örülhetünk ennek a sikernek. És én azt gondolom, hogy a nemzeti összetartozást ezek az örömök is megerősítik. Az az öröm, hogy büszkék lehetünk a magyarságunkra, büszkék lehetünk arra, hogy polgármestereink vannak, megyei képviselőink, megyei elnök vagy alelnökeink, megyei vezetőink vannak, és ugyanakkor pedig ott lesznek a képviselőink, hiszen Pozsony valamikor Magyarország fővárosa volt. 1541 és 1848 között Magyarország fővárosa volt. Ma Szlovákia fővárosa, és Szlovákiának őshonos nemzeti közössége a magyarság. Ezért is legyenek ott újra a magyarság képviselői a szlovák törvényhozásba. Ezt tegyenek meg, kérem mindent, menjenek el szavazni.
támogassák a szövetségi jelöltjeit, és én úgy gondolom, hogy akkor azt a közös munkát, amit önök évtizedek óta végeznek, azt tovább lehet folytatni. Gratulálok a mai székelykapu avatáshoz, ne feledkezzenek meg az esti koncertről sem. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők, remélem azt, hogy rengetegen lesznek, együtt éneklik az ismerős arcoknak a számait, és ez egy újabb lehetőség arra, hogy a hivatalos ünnepség után jól is tudják érezni magukat. Köszönöm szépen a meghívásokat, nagy örömmel tettem ennek eleget. Köszönöm, hogy itt lehetek. Kedves vendégeink, kedves jelenlévők, most pedig maga az áldás, a szentelés szertartása következik. Erre felkérem Grédi atya, a Cétényi plébános urat, illetve Kismali László plébános urat, a Nagycétény szülöttjét. Közben még ők erre készülnek, és felveszik a stólát, illetve elkészítik a szöveget. Elárulom önöknek, hogy a Kismari László plébános úr nem jött üres kézzel, ugyanis ajándékot hozott magával, egy hársfa csemetét láthatnak ott nemzeti szalaggal díszítve. Ezt majd a tanító néni kép olyan ügyesen a gyerekekkel, mint ahogyan a programot megtanulták, el fogják ültetni, és ez a fa szolgáljon majd éppen úgy magyarságunk megmaradásának szimbólumaként, mint a székelykapu. Úgy növekedjenek az óvodából kijövő gyermekek, mint ahogy a fa fog növekedni, és úgy fognak egymásról törődni, mint ahogyan a gyermekek majd a fáról törődnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Istennek dicsőség! Kedves testvérem az Úrban! Felejthetetlen öröm és ünnepi percek ezek, mert Isten áldásával adjuk át Zoltán atyával együtt a Manócska óvodának birtokába az elkészült, erős, szép, ősi székely nagykaput. Hála Istennek, fölkerült rá a kereszt, jelzi a munka befejezve, hogy valóban teljes legyen ma az örömünk és hálaadásunk. Most hallgassuk meg a Jelenések könyvéből egy kicsi részletet, amely így hangzik. Nos, akkor láttam, hogy a Szentváros, az Úr Jeruzsálem, hát alászállt az égből, az Istentől, s a trón felől, hát megszólalt egy hangos szózat. Isten dicsősége ragyogja be, s fényébe járnak a nemzetek. Kapuit nem zárják be soha, hisz ott nincs éjszaka. A népek oda hordják kincseiket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hát. Kedves testvérem, az Úrban eme Jelenések könyve azt üzeni, hogy merjünk nagyokat álmodni, legyenek nagy céljaink, és azt összefogással hát meg is valósítsuk. Főleg, ahogy a Manócska óvoda megvalósításához is, eme székelykapuhoz is, ugye főleg, ha a magyar kormány is anyagi támogatással ezzel hozzájárul, ahogy most is. Lám az meg is valósult, és akkor valóban Isten alászáll az égből, és Isten dicsősége, ragyogása, áldása lesz rajta. És ez nagy dolog. Minden kapu, de ez az új, erős, szép székely nagykapu, hát sokat elmond a házi gazdáról, és tanúsíthatja rend, szeretet odabent. És bizony jó benyomást keltett az ide belépőnek, mert ez a székely nagykapu, hát el is árulja, hogy hallottuk, és homlokzatán olvashatjuk, hogy az itt lakók, kincsük a magyar gyermek. És ezt hallhattuk a Jelenések könyvében is. A népek, azaz falunk s környékünk, magyar ajkú népe, hát ide hordják bizony kincseiket, jövőnk zálogát, a magyar ajkú gyermekeket. Most ennek a székelykapunak így, ha társadalmi szerepe is jelentős, hiszen kapu a székelyek dolgos életének része. S mától bizony
megszentelve rajta Isten áldása, ezen ősi, most már zoboráljai magyar falunk, kis ovisainak életük része, szereplője lesz ez a székely kapu. És egy másik dolog is érdekes a ma most hallott jelenések könyvéből. A kaput ugye, ovisok, aha, nem zárják be sohasem, lám e székely kapu sem zárható be sohasem. És nem akarunk mi kizárni senkit sem, csak azt mutatja meg ez a székely kapu, ha merre kell bejárni rajta az ovisoknak, szüleikkel, óvónéniknek, itt dolgozóknak és vendégeiknek. Mert hát a bemenőknek áldás, s üdv mindig a kijövőknek. Ó, testvér, ne légy hát hűtlen soha őseidnek, szent hitéhez, nyelvéhez, kultúrájához, nemzetednek gyökeréhez. Élet vihara bármilyen zászlót lenget, szülőföldes hazát nem találsz, csak ezt az egyet. Most imára, összetett kézzel, nézzetek fel az égre, s kössétek a múltat a borongós mához, s ne legyen a magyar egy bujdosó ember. Ha kérjétek az Istent, tekintsen le rátok, óvjon áldó keze, bármerre is jártok. Én is, ó hazában, Esztergomba, drága földiem, földieim, értetek imádkozom, s fohászkodom, hogy mindig részesüljetek itthon Isten kegyelmébe. Köszönöm, hogy meghallgattatok. A sok éves munka gyümölcsének a koronázásához érkeztünk meg. Tisztelt egybeül jelenlévők, kedves főméltóságú személyiségek. Ez a kapu emeltebbé, ünnepélyesebbé, és személyisebbé teszi azunkat a hitéletünket és azoknak a hitéleti pillanatoknak a nemes perceit, amiért ez az elhatározás megszületett. A véget nem érő értékek kifejezése az, ami elénk tárul e kapu megvalósításával kapcsolatban. Szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni azokért a buzdító, együttérző szavakért, amikor azt szoktam mondani, otthon könnyű magyarnak lenni. Gyertek ki, gyertek Zoboráljára, szálljatok fel az autóbuszra. Ne némuljunk el, ne nevessünk egyet, ne szégyeljük identitásunkat. Ne üljünk zavarba, hanem szóljon szívünkből nemzetet melengető dal. Köszönöm, hogy magyarnak születtem, hogy magyar vagyok, és ezer éves kultúrának, szerves, oszhatatlan egységének kimagasló személyisége. Köszönöm mindannyiuknak, hogy a szavaknak tettben megnyilvánuló valósága az, ami képezte a legszebb előadásnak a tükörképét. Megérte magyarnak születni, megérte magyar iskolába járni, megérte magyarként az Isten tisztelni. Hát áldjuk meg, lépjünk át e kapun, köszönet kedves minnyájuknak. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk. Istenünk, a Te igéd szentel meg mindent. Árasz ki bőséges áldásodat erre a székely kapura. Add, hogy akik ezt a kaput szent akaratod szerint használják, szent neved segítségül hívására, nyerjenek tőled
testi lelki erőt és üdvösséget Krisztus, a mi Urunk által. Pedig mondjuk el fohászként azt a legszentebb imá, ami magyarság összekapcsolódásnak a jeleként nap mint nap hangzik el. Bocsássunk meg egymásnak a szeretet jegyében, és ne nézd, Uram, a mi vétkeinket. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, tegyed meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Uram, hallgass meg könyörgéseinket, és a mi kiáltásunk jusson elég. Köszönöm a lelki atyáknak a kapu megáldását, és elérkeztünk a székely kapu szalagjának ünnepélyes átvágásához. Erre az aktusra, erre a pillanatra pedig felkérném Potápi Árpád János urat, a miniszterelnökség nemzetközi nemzetpolitikai államtitkárságának államtitkárát, Forró Krisztián urat, a szövetség országos elnökét, Bárdos Gyula urat, a Csemadok országos elnökét, Szőke Hildát, a Nagyszétényi Csemadok Tiszta Forrás alapszervezetének elnökét, és Ladányi Lajos urat, az Oboraja KHT igazgatóját, a Manócska Óda alapító fenntartóját. Kedves közönségünk, kedves vendégeink, tisztelt zoborari sorstársaim! Nagyon sok szép intelem, gondolat és a magyarságunk megtartására buzdító beszédet hallottunk ma délután, és kérdezem én magamtól, lehet-e ezt még fokozni? És a válasz szerintem itt van mindjárt mögöttünk, hogy lehet. Lehet ugyanis, el fog hangzani... Könnyek nélkül nem is tudom elmondani, talán Nyerges Attila előadásában az ő saját szerzeménye, az Ismerős Harcok zenekar énekese előadja majd a Nélküled című dalt. Fogadjuk őt nagyon nagy szeretettel. Thank you.
magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint porba hullott mag, mitől péhé nem ered, ha nem vigyázol rád, olyanok leszünk mi is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy férből valók vagyunk. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Kedves vendégeink, a Székely kapu meghitt átadása, áldása, ünnepsége ezzel véget ért. Én azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy a dalnak is minden gondolata igaz legyen, és a előkészítők, az építők, az óvoda fenntartóinak munkája ne vesszék kárba. Azt szerint kell cselekednünk, ahogy hallottuk az államtitkár úrtól is, hogy sose legyen üres az épület, és a magyar csemeték, majd magyar felnőttekként vezessék továbbra is magyarságunkat ezen az úton, mert elhangzott itt többször is, igenis van mire büszkének lennünk, mert Magyarország magyaroknak komoly, gyönyörű múltja van, történelme, és ezért bízunk benne, hogy ragaszkodni fogunk hozzá, és a jövőnket is eszerint irányítjuk majd. Én megköszönöm mindnyájuknak, hogy eljöttek ide közénk, és szeretném, hogyha hasonló hangulatban akarnák érezni ma este magukat, akkor legyenek szívesek 19 órakor a Laci-téri futballpályára, a szabadtéri színpadon mindnyájan szívesen látott vendégek lesznek az Ismerős Arcok koncertjén. Mindenkinek még egyszer megköszönöm, és szerencsés hazatértést, és kitartás, ha nincs is kilátás, szoktam mondani, nagyapám, maradjunk meg igaz magyarnak!